Csodálatos, nézzétek, ott csillog. Nagyon jó. Na, el is rakom. Ebből tudunk egy kis ételt venni, vagy valamit. Jaj, de jó, akkor még nem kell, hogy éhesek legyünk. Na, de most már akkor aludjunk. Reggel. Hány óra van? Hajnali 6. Na mindegy, még a többiek alszanak. És már tényleg keresni kéne egy kis pénzt. Nem mehet ez így tovább. Aj, nem hiszem el. Na, de örülök, hogy legalább tegnap találtunk valamennyit. Ezeket a szemeteket is ki kell itt dobni. De várjunk. Takarítással is lehet pénzt keresni. Lehet, hogy valaki fel fog fogadni. És akkor talán majd tudok neki takarítani. Ez nem is olyan rossz ötlet. Csak akkor mondjuk meg kéne valahogy csinálni a hajamat. Nem, ez nem segít. Nem is tudom. Mondjuk kéne valami olyasmit fölvennem, amiből úgy tűnik, mint hogy csak gazdag lennék. Mondjuk ezekből a cuccokból is tettetnék néhányat. Mondjuk ezt. Vagy ezt a táskát magammal viszem. És mondjuk belerakok néhány kis cuccot. Mondjuk ezt. Nem, ez nem fér bele. Belepakoltam. Na mindegy. Egy óra múlva. Drágám, te meg hová készülsz? Na, az az ötletem támadt, hogy elmegyek takarítónak, és abból majd szerzek nektek pénzt. Mi? Ó, drágám, nem kell ezért küszködnöd. Hogy a pénz a fontosabb, vagy hogy itt legyünk még egy évet, még egy hónapot, még egy... Hogy szerezzünk már egy kis pénzt legalább. Már itt vagyunk. Már ez csomó ideje, már itt vagyunk 2 hónapja. Itt elrontjuk az egész családi életünket. Legyünk már mi is egy normális család. Elmegyek most takarítani, és hát abból szerzek egy kis pénzt. Csenget. Nem tudom. Ó, hát te meg ki vagy. Szia, csak szeretem volna takarítani, ha lehet, hogy kicsit, hány éves vagy? 28. Aha. Miért ilyen fehér a bőröd? Azt nem akarom elmondani. Mi ez a frizura? Kire ide, Anna? Igen. Nézd már a frizuráját. Még furcsa, nem? Hát egy kicsit. És mi ez a kalap? Hát, rendeltem. Rendelted? Honnan? Ó, hát már több éve rendeltem, már nem is nagyon emlékszem. Hallod, ez nem emlékszik, honnan rendelted, normális? Igen, tudom, elég feledékeny vagyok. Hadd nézem csak a táskádat. Ez egy ananász. A kislányom benne hagyta. Ananász. Aha, és mit keres itt egy festék? Az óvodába bekészítettem. De most nem óvodába jöttél. Takarítani, és az amúgy nem illet volna fölhívni. Elnézést, nem tudtam a telefonszámotokat. Ja, igen. Na mindegy, kitakaríthatsz. Persze, nyugodtam. Igen, nyugodtam. Ó, köszönöm. És ugye, híres vagy? Nem. Youtuber vagy? Nem. Jó, akkor csak 5000 forintot kapsz, ha kitakarítsz mindent. Ha youtuber lennél, akkor 10.000 forintot. Ha híres, tök mindegy, hogy hol, akkor 15.000-et. Jól van. Akkor el is kezdem. Hogy is hívnak? Engem Juditnak. Judit. Bekapcsolod a telefonom? Persze. Köszönöm. Judit, levenni nekem azt a könyvet? Melyiket? Azt a rózsaszint. Tessék.
Nem csinálsz kaját? Persze. Most. Igen, igen, hogy ne. Mit csináljak? Én iszok kakaót. Én meg kérek sajtot. Jó van, persze. Már is csinálom. Melegen vagy hidegen? Melegen, hát jó, hogy melegen. Tényleg nem iszom. Jó van. A sajt elkészült, a kakaót még meg kell, hogy melegítsem. Jó van, készen is van. De jó, ég, ezt megsóztad? Nem mondtad? Nem mondtam, mert azt hittem egyértelmű, hozd ide a sót. Itt már is sokkal jobb. Na és most kérlek, mosogasd el. Igen, finom volt, akkor kérlek, ezt is mosogasd el. Jó van. Most én még kérnék kávét is. Jó van, már is, de nem akarok megsérteni, de én takarítani jöttem ide. Csak 1000 forintot adok, hogyha nem fel, hogyha visszaszólsz még egyszer. Nem értettem. Hát jól van. Akkor kérem azt a kávét. Jól van, akkor most ezt is mosogathatod el. Jól van, akkor mosogatom. Az is takarítás. Mosogatod? Igen, mosogatom. Hát nem úgy tűnik. Pedig azt csinálom. Esküszöm. Azt csinálom. Biztosan? Igen, biztosan. Szerintem nem jól mosogattad el azokat. Csillognak, villognak. Hát nézzem. Igen, nem tetted el véletlenül azt a tányért. Az már úgy volt. Szerintem eltörte. Biztosan. Figyelj, te fizeted ki a tányért. Nem én törtem el, az már úgy volt. Ne merj visszaszólni. Tudod mit, mindegy, akkor eltört. Jól van, akkor én takarítok. Figyelj, azért az ablakot majd öblítsd le, mert azért ki is szeretnék látni belőle. Kifogsz, persze kifogsz. Ha nézzem, uramisten, most este van vagy nappal? Csináld már normálisabban. Jól van, jól van. Hát nézzem, még mindig nem látok ki rajta, és biztos, hogy nem én vagyok a vak. Csináld már normálisabban, hát nem lehet egy normális ablakot letakarítani? Persze, csinálom. Azt csinálom. Hát nézzem, jó, most már kilátok rajta, mert mondjuk nem sokat segített ez a takarítás, de mindegy is. Figyelj, odahoznod ezt a fekete ruhát? Igen. És létszel, addig ne nyisd be ide. Jól van. És most rakd fel a polcra. Persze. Rakd már vissza azt a konyhát. Jól van. Adj ide a laptopot. Jól van. Kapcsolod a kis zenét. Annyira unatkozom. Nem ezt, ez rossz. Nem, ez nem jó. Nem, nem, ez biztos nem. Ilyen bulizós. Jaj, ezt utálom. Kapcsolj másra. Jó, akkor ez jó lesz. Azokat a könyveket rak már fel a polcra, annyira zavarnak, hogy ott vannak. Jó van. Figyelj, kicsit kényelmetlen ez a ruha, hogy szállnád a másikat? Igen, persze. Jól van. Amúgy felsepregetnél? Már itt van egy csomó ide, és mindig nem sepregettél. Jó, persze, persze. Mit csinálsz? Mit csinálsz? Nem te mondtál meg sepregetni? Csináld már normálisan. Hát, oké, oké, csinálom. Este. Figyelj már! Amúgy csillagvilag a ház, de azért egy kicsit keveset tettél. Csak rendeltél nekünk pizzát, fölhívtál másokat is, viccelődtél nekik, adtál nekem ruhát, hát milyen ez? Na jó, odaadom az 5000 forintot, mert már megígértem. És akkor milyen oda akarod adni az 5000 forintot? Hát itt volt 4 óráig, és állandóan csak csiszkáztattuk, hát adjuk már oda az 5000 forintot? De minek? Majd
holnap akkor odaadjuk. Adjuk már oda most. Ne, adjuk oda holnap. Figyelj, majd holnap gyere vissza, odaadjuk az 5000 forintot. Jó. Akkor viszlát. Viszlát. Na jó, amúgy hazudtam. Ne adjuk neki a 5000 forintot. Majd holnap is csicskáztassuk, így jó lesz. Mi? Megőrültél? Nem tehetjük ezt. De? De tudod mit? Amúgy igazad van. Ezzel még jól is járunk. És még van egy jó ötletem, amit kitaláltam. Igen. És Lici, ne lopd el tőlem, mert ezt én találtam ki. Kérjünk tőle pénzt. Wow, te zseni vagy. Köszi. Mert biztosan nagyon sok pénze van. Biztosan. Jó ég. Na? Na? Semmi. Azt mondták, fognak adni pénzt, de nem adtak. Azt mondják, holnap adnak, de ott maradtam és hallottam, hogy azt mondták, hogy nem fognak adni soha, és majd tőlünk fognak pénzt kérni, hogy én takarítsak. De jó ég, ezt kik mondták? Drágám, ne húzd fel ezen magad. Senki. Drágám, mondd meg. Egyik Anna volt, a másik meg Dóra. Tudod, van az a ház, ahol egy ilyen kis társas ház, abba laknak a első szinten. De figyelj, holnap egy új nap, egy új kezdet. Holnap majd valaki másnál próbálkozom. Jó, jó, akkor aludjunk. Aludjunk. Reggel. Hány óra van? Jó reggelt, édesem! Jó reggelt, apa! Már hány óra van? Már 9 óra, már el kellett volna mennem takarítani. Figyelj, drágám, én is elmegyek valamit csinálni, hogy ne csak te csináld. Jó van, drágám, nagyon köszönöm. És velem mi lesz? Egy kicsi, néhány perc, és jövök haza újra. Jó, én nem akarok túl sok mindent. Jól van, de ígérd meg, megígérem. Na puszi kicsim, puszi. Na most becsengedek, és elmondom a magamét. Kicsenget. Nem tudom. Most mire vársz? Nézd már meg. Nézd meg te, annyira akarod. Én engem totál nem érdekel, nézd meg te. Aj, mindig nekem kell megnéznem. Igen. Ó, hello. Ki az? Egy pillanat. Nem tudom, de ahogy megláttam, elég jó pasinak tűnik. Kicsit fehér a bőre, megmondom, de elég jó. Mi? Egy jó pasi? Na vajon mit akarhat tőlünk? Hát fogalmam sincs. Jól van, inkább én is jövök. Eddig nem jöttél, most meg bezzeg jössz. Hát jól van, na, azért ne csak te nyissál már ajtót. Ha nem tudjuk, hogy ki, nem tudjuk eldönteni saját, ki nyisson ajtót, akkor nyisson mindketten. Jaj, ezek a kifogások, a kedvenceim. Én is jöttem, senki. Istenem. Ott tartottunk, vagy hol is tartottunk? Tegnap nem jött be egy lány, aki takarított, de bejött. És hány forintot kértek tőle? 5000-et, de odaadtuk. Tudom jól, hogy nem adtátok oda, és csak szeretném, hogy tudjátok, hogy ez a feleségem. Mi? És ha most nem adtok ide 5000 forintot, én nem tudom, mit csináljak. Kirángoltak titeket a házból, és beköltözök a feleségemmel és a gyerekemmel ide. Jó, jó, már is hozom. Oké, jól van. Itt van az 5000 forint. És köszönöm szépen. Ez a helyes pasi nem is annyira kedves. És már családja is van. Hát egy kicsit elkéstünk. Ó, itt egy táska. Szerviszem.